A héten szakértő és műszaki bonyolító is szemlét tartotta az épülő szexádi sportuszodában. Mindketten azt mondták, hogy ugyan vannak kisebb hibák a kivitelezésben, ám ezek nem olyan mértékűek, amik miatt ne lehetne befejezni a beruházást. Ezt mondta Ács Rezső szexád polgármestere szokásos pénteki hétértékelőjén. Folyamatosan folyik a projektnek a végivitele és a beruházás, úgyhogy reméljük, hogy az év hátralévő részében tulajdonképpen a úszoda beruházás el tud készülni. A pénz megvan rá, úgy látszik, hogy műszakilag akkor olyan egetegentő gondok nincsenek minden elkező híreszelés ellenére, úgyhogy hamarosan a szexárdjának lesz úszodájuk majd. Hétfő óta működnek a szexádi óvodák is bölcsödék, a szülők egyelőre nem léphetnek be az épületekbe, bent pedig folyamatosan fertőtlenítik a tereket az ott dolgozók, az ehhez szükséges eszközöket az önkormányzat biztosítja. Ács Rezső azt mondja, egyre több gyerek tér vissza az intézményekbe, a nagyjából 1000 fős létszámból az első hét végére már több mint 620 férőhelyet töltöttek fel a szülők. A hétértékelőn téma volt a zöldváros projekt is. Ennek részeként több mint 1 milliárd forintból növelik a zöld felületet Szexárdon, és mások mellett parkolókat alakítanak ki. Ács Rezső azt mondja, a héten egyeztetett az Éjjel Szexárd képviselőivel, akik a pénzből 200 férőhelyes, 5-6 emeletes parkolóházat építenének az egykori fűtőműhelyére. Szexárd polgármestere szerint viszont egy ilyen eredetileg nem tervezett beruházás szinte a teljes pályázati összeget felemészteni, ha egyáltalán a pályázat kiírója engedélyezi a már jóváhagyott tervek módosítását. Akkor az zöldfelületnövelésre, parkosításra, füves területeknek a növelésére nem lesz forrásunk és lehetőségünk sem, márpedig a zöldváros pályázatnak ez egy fontos eleme volt, hogy ilyet kell megvalósítani. Ács Rezső a pünkösdi hosszú hétvégéről is beszélt. Idén a koronavírus miatt elmarad a Hal és Vad ünnep és a Hári János mesefesztivál, de a hétvégén több sarokkoncert is lesz a városban, vasárnap délután pedig 3 játszótéren is tartanak mini gyereknapokat. A hónap utolsó napján reggel 9 órakor pedig koszorúzásra kerül sor a világháborús hősök szobrán. Köszönöm.